Köszöntöm a tisztelgésre megjelent összesereglett tanulóifjúságot. Köszöntöm a város elöljáróit. Átadom a szót a megemlékezéstevőnek, Mester Péternek, a Városvédő Egyesület elnökének. Megemlékezésemet Vörös Marti Mihály idézetével nyitom. A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek. Irányi Dániel saját korában maradandót alkotott, amely mind kortársai, mind az utókor tiszteletét kivívta. A múlt nagyjairól történő megemlékezések sarköve, hogy példát szolgáltassanak a mának, a mai élő embereknek, és összehasonlítsuk a múltat a jelennel. Irányi Dániel egy tiszta korszak utolsó hírnöke volt. Kiváló jellem, aki mindenkor, mindig a közösségét, a hazát, a társadalmat szolgálta. Irányi Dániel politikus, publicista Toporcon, Szepes vármegyében született 1822. február 24-én. Érdekes, Toporcon született Görgei Artúr, a 19. század talán legkiválóbb magyar hadvezére is, aki egyúttal kémikus is volt, a Laurentsav feltalálója. Irányi Dániel tanulmányait Eperjesen, Késmárkon és Rozsnyón végezte. 1844-ben ügyvéd lett, s ekkor Pestre költözött. Megjegyzem, hogy a szintén ügyvédi diplomával rendelkező Asztalos István Békésváros első polgármestere 22 évesen 1848-ban. Békés mezőváros 1848-ban, a forradalom idején bíróhelyett polgármestert választott, és ezzel rendezett tanácsú város lett. A polgármesteri tisztet betöltő Asztalos István, akire később visszatérek, szintén járt iskolába Eperjesen és Késmárkon, mint Irányi Dániel, ugyanabban az időben. Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt több mint 100 évben milyen emlékeket állított, illetve hogyan emlékezik Békésvárosa országos hírű képviselőjének képviselőjéről. 1903-ban utcát neveztek el róla. Az Úri utca nevet ezentúl Irányi Dániel utcának hívják. 1945-ben a Városháza falán emléktáblát állítanak tiszteletére. A dátum 1872-1893, ismeretes, hogy Irányi Dániel 1892. november 2-án elhunyt, de halála után a rákövetkező 1893-as országgyűlési választásokig nem töltötték be a tisztét. 1986-ban a Mezőgazdasági Szakközépiskolai Szakmunkásképző Intézet ifjúsági szervezete felvette Irányi Dániel nevét. A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény jogelődjéről beszéltem. 1987-től napjainkig, minden évben, a fent említett intézet és a Békési Városvédő és Szépít Egyesület a Szegedi Kisicsalán Református Gimnáziummal karöltve közösen születésének évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget szervez. 1998. március 15-én a Városvédő és Szépít Egyesület kezdeményezésére a város szobrot állított a Városháza homlokzati fülkéjében. Irányi Dániel emlékét Veres Kálmán békési szobrászművész örökítette meg. 2005-től a város vezetése a város tanuló ifjúságával együtt március 15-én megkoszorúzza fent említett műalkotást, Irányi Dániel mellszobrát. 2006-ban megjelent Borvé János békési származású kutató, népművelő munkája, a népképviselő Irányi Dániel és az Agrármunkások címmel. Ki is volt Irányi Dániel? Az elmúlt 25-26 évben a koszorúzási évfordulókon a mindenkori előadók megismertették velünk az országos hírű,
közéleti személyiség. Lehet, hogy kissé önkényesen politikai, közéleti tevékenységét három periódusra osztanám, úgy mint a forradalom és a szabadsághoz kiemelkedő személyisége vezéralakja, a bujdossás, a közel 20 évig tartó emigrációkara, illetve a kiegyezés utáni politikai harca a képviselőházban. Ezekben a percekben elsősorban a városunkat több mint 20 évig országgyűlési képviselőként szolgáló, szilárd jellemű, független gondolkodású, demokrata elveket valló, nagyszerű életpályát teljesítő egyéniséget akarom bemutatni. Ötvös Kára írta róla, becsületes ember volt, jó hazafi és igaz magyar. Sokat szenvedett elveért, és sohasem nyert senkitől sem jutalmat, míg hazája nagyságának, nemzete boldogulásának a tudatát sem. Elsőként Irányiról, mint emberről a Pesten megjelenő vasárnapi újságból idézek. Milyen karaktere lehetett a honatyának? Közép-magas termet, egyenes tartással, jól konzervált, szelíd arccal, mely azonban ritkán mosolyog és sohasem nevet. Örökké fekete öltönye, folyton komoly arca, sideg, kimért mozdulatai tiltják a bizalmaskodást, provokálják a tiszteletet. De ezt meg is érdemli, és az ellenkező pártoknál is megszerezte erős meggyőződés és jellemszilárdsága által. Szónoki modora nyugalmas és klasszikus. Szónoklata 40-es évek modoros és patetikus szónokaira emlékeztet, kiket nem tudott átalakítani a külföld modern világnézete sem. Nem annyira magyar fajpolitikus, mint inkább az általános emberi jogok és az egyetemes társadalom szabadságának apostola kismértékben, és természetesen minden szocialisztikus törekvés nélkül. Irányi pályafutásában jogi végzettsége meghatározó volt, úgy tért haza, hogy az ország függetlenségért fog küzdeni, kizárólag törvényes úton. Döntését Kossuth támogatta, de Irányi a tarisznyájával magával hozta a turini remete ama jóslatát is, amely úgy szólt, hogy szerint a közös ügyi rendszerrel terhelt Magyarországra való hazatérés egy függetlenségi párti politikus számára bizony olyan kompromisszumok kötését jelentheti, amelyek egyáltalán nem az eszméje dicsőségre születhetnek. Kormánypárti politikusként különösen a költségvetési viták alkalmával ostorozta a saját kormányát, követelvén a Magyar Nemzeti Bank, az önálló kül, illetve hadügyminisztérium felállítását. A magyar államiság nevében tiltakozott minden ciklus kezdete előtt a megnyitás módja ellen. Az országgyűlés megnyitása általában Ferenc József rezidenciáján, a budavári palotában zajlott le. Irányi közjogi tekintetben főleg amiatt emelte fel a szavát, hogy az épület homlokzatán ilyenkor is ott lengedezett a Habsburgház jelképének számító fekete-sárga lobogó. Szerinte ezzel az udvar az állami függetlenséget sértette, hiszen az uralkodó palotája közintézménye lépett elő. Az alkotmányos monarchia volt az eszmei elképzelése. A törvénykezésben elsőrangú szerepet a képviselőháznak szánt. Voltak éppen ez a másik ok annak, hogy képviselősége ideje egyetlen megnyitó ülése sem volt hajlandó elmenni. Demokrataként ugyanis nem tartotta összeegyeztetőnek, hogy az uralkodó ülve és feltett kalpaggal mondta el a trónbeszédet, míg a honatyák, a választott képviselők ezt állva és hajadon fővel hallgatták végig. Irányi szerint ezzel az országos képviselőtestület az ország méltósága csorbult. Az országos kitekintés után térjünk vissza Békésre. Hogyan lett Gonda László tanár, református lelkész, publicista, igazgató, országgyűlési képviselő halál után Békésváros országgyűlési képviselője Irányi Dániel? Irányi a kiegyezés előtt ismeretes,
hogy nem csak az emigrációban tevékenykedett, nem csak a közjogi kérdések foglalkoztatták, hanem érzékeny volt a társadalmi rétegek problémáira is. Érlelődött a hazatérés gondolata benne, hiszen ebben csak itthon, belülről tudott tenni. Elképzeléseit Kossuth Lajos támogatta. Kossuth támogatásával ittatták be egyhangú szavazással Pécs város képviselőjének. De hogyan került Békésre? Pécs és Békés közül gondolom, hogy akkor is volt valamicske különbség. Igaz, közel 20 évvel hamarabb, 1857. május 16-án a dobozon keresztül Nagyváradra igyekvő Ferenc József, akkor még csak osztrák császár, azt mondta Békésen az emeletről, a Venkeim uradalom nagyházára gondolunk, ezt a város jólás ijesztettétek. Hát nem hiszem, hogy Ferenc József ennyit tudott volna magyarul. Ebben az időben, ismertség útján, ha nem volt megfelelő jelölt otthon, igyekeztek országos jelentőségű, nem az adott településen élő, de segíteni tudó egyéniséget felkérni képviselőnek. A választópolgárok, csak férfiak és cenzushoz kötve, megválasztották a jelöltet, amennyiben elfogadta a személyiség a jelölést. Mondandóm elején szóltam Asztalos Istvánról. Ő 1848-49-ben Békésen polgármester. Nem vesz részt az országos politikában akkoriban. 1861. április elejétől 48-as programmal viszont országgyűlési képviselője városunknak. Az országgyűlést 1861. augusztus 23-án katonai parancs szóztatta fel. Ebben az időszakban Irányi Dániel emigrációban élt. Asztalos István ügyvéd, akiről 1916-ban utcát neveztek el, előtte Ponyváti útnak hívták, 1867-1883 között Békési járás erélyes, nagy tekintélyű főszolgabírója volt. Nem ismeretes az, hogy volt-e kapcsolat az elnyomatás időszakában a két iskolatárs között. Irányi Dániel hazatérte, pécsi képviselőség idején már igen. Bensőséges, baráti levélváltások a nagypolitikán kívül, családi eseményekről is szó esik levelezésükben. Ez kitart Asztalos István haláláig. Nagyon fontos nekünk békésieknek. Asztalos István egyik levele Irányi Dánielhez, amely sok mendemondát oszlat el. Asztalos István járási főszolgabíró írja Irányi Dánielnek. Javasolja a Mezőberény, Békés, Békés Csaba. Tehát Mezőberény, Békés, Békés Csaba vasútvonalat. Amit azonban a mérnöki vélemény nem támogatott, nyilván a kerülőút miatt. Asztalos István javaslatára hívták meg tehát Irányi Dánielt Békés országgyűlési képviselőnek? Lehetséges, bebizonyítani nem tudjuk. Az Asztalos család ma élő egyenestági leszármazottja is ezen az állásponton vannak. Somlyay uram leírás alapján 1872. május 8-án választották meg a békések Irányi Dánielt országgyűlési képviselőjévé. Irányi éppen csak helyet foglaló békési képviselő a parlamentben. Rögtön elhárítja magától a radikális gondolatokat. De jelen van nála a testvériség jelszava, amely jelzi a kibékülést, a szegényebb sorsú nép helyzetének enyhítését, az ember szerető intézetek felállítását. Gazdasági fejlődéstől várta a szegények felemelkedését. Fellép az alföldi útépítés érdekében, gabonaszállítás. Az állam feladata biztosítani a fejlődést elősegítő körülményeket. Szegény gyermekek iskoláztatását úgy képzelte el, hogy majd civil kezdeményezésből jövő szervezetek segítik élelemmel, ruhával, könyvelőket. Azt viszont támogatta, hogy a végrehajtó hatalom vállalja magára a közegészségügyet és a közoktatást, valamint segítse elő az infrastruktúra létrehozását.
A parlamentben többször szorgalmazta a megfelelő gátépítési koncepció kiépítését a Körösök vidékén. Érdekes irányi beszédből idézek. Földet ígértünk, igenis földet ígértünk. Földet, amelyet nem holt számra mérjük, földet, amelyet a Kárpátok birceitől az Adria vizéig terjed. Földet, amelynek neve nem Telek, nem Jószág, nem Uradalom, földet, melynek neve Haza. Számára magántulajdon szentség, nemzeti szabadelvű egyéniség volt. Az égető földkérdés nem a nagy birtok szétosztásával kívánja megoldani, hanem hangoztatja a lakatlan, illetve gyéren lakott területekre, állami tulajdon levő földterületeket, telepítvényeseket számára kell kiosztani. Kellő garancia, alacsony hosszállájáratú kamat, minimum 10-12 holt föld. Békésről közel 2000 föld nélkül ember jelentkezik. Ugyanakkor irányi félti a nagy és közép birtokokat a fellépő munkaerő hiánytól. A telepeisek átköltözésére 1893-ban került volna sor. Ki is jelöltek bizonyos földterületeket? Krassószörény és Temesvár megyében. Szerencsére alig-alig valósult meg a kitelepülés, az emberek visszaléptek a szegénység ellenére. Gondoljunk csak a következményekre Trianon tragédiája kapcsán. Éppen a szegények érdekében elvetett a létfontosságú cikkek megadóztatását. Cukor, só, hús. Ezt áfa csökkentésnek hívjuk jelenleg. Számára a kettőskoros partján meg is valósult az állam által támogatott házipar. A helyi kosárfonó formájával. Ezzel munkalehetőség teremtődött a téli, kártyás hónapokban, viszont érzi, hogy ez kevés a problémák megoldására. Hogy ezt választói előtt mondta, más módról is kell gondoskodni, hogy ezek a becsületes, munkás, takarékos magyar emberek a hazának megtartassanak. Irányi Dániel több mint 6 cikluson volt Békésváros országgyűlési képviselője, és ez idő alatt mindössze egy alkalommal volt ellenjelöltje. Nagy volt a tekintélye akkoriban a kettősörös partján. Nemes szívűségéről néhány adalék. Pénzzel támogatja a kolera járványban elhunytak hozzátartozóit. 1873-ban közel 1000 áldozat volt. A nagy tűz károsultjait 1878. március 30-án Malomvégen és Bánhidán leégett 249 lakóház gazdaságépülettel és személy áldozata is volt. A nagy árvíz idején támogatja barátja Asztalis István halála után özvegyét. Támogatja a civil szervezeteket, például az Erkölcs Nemesítő Egyesületet. Többször szólal fel az országgyűlésben a gyermekek, béres gyerekek érdekében. A testi fenyítés betiltása érdekében. Többször szólal fel az országgyűlésben a felekezeti béke, a vallásszabadság érdekében. A kormány ne háborgassa a nem bevett felekezeteket. Kapcsolatban állott a hatóságok által zaklatott felekezetekkel, így a békési baptistákkal is. Talán ennek is köszönhető, hogy 1892. május 15-én merítkeztek be baptisták először Békésen, a Dobozi Nagyhídnál mintegy 38-an. Irányi Dániel 1892. november 2-án Nyíregyházán hunyt el. Pesten temették el november 5-én. A vasárnapi újság nekrológiát ismertetem, amely megjelent 1892. november 6-án. Még meg sem hervadtak a halottak ünnepe alkalmával lerakott koszorúk, s már új sír vonja magára a közfigyelmet. Az a sír, melyet a Nyíregyházán november 2-án elhunyt hazafi tetemei számára kellett nyitni. Irányi Dániel nem egy családnak, hanem az egész nemzetnek méltán gyászolt halottja. Élete, munkássága nyeresége volt, halála igen érzékeny veszteség az egész hazának. Köszönöm, hogy meghallgattad.